Néhány hónap van tavaszig, amikor elkezdődik majd a beiskolázások ideje, de azt megelőzően nagyon-nagyon fontos dolgokkal kell megismertetni a szülőket. Erről szól ez a mai délután. Hogyan indult ez a kezdeményezés? Ha jól emlékszem, azt mondta, hogy a szülők igényeként jött létre ez az egész. Mi is ez pontosan? Én még régebben a 12. kerületi önkormányzati irodavezető voltam, Pokorni Zoltánnal együtt dolgoztunk, ő a polgármester jelenleg is, és ővele hoztuk létre, és ővele nála volt a kezdeményezés az, hogy valahogy mondjuk el a szülőknek, hogy mi kell ahhoz, hogy a gyereke iskolába mehessen, mi kell ahhoz, hogy a gyereke iskola érett legyen, és mik azok a szabályok, jogszabályok, iskolai szabályok, az önkormányzat által felállított szabályok, amelyeket figyelembe kell venni egy leendő elsős szüleinek és lehetőleg a gyermeknek. Általában egy-egy ilyen fórum alkalmával mit tapasztalnak, hogy mennyire vannak felkészülve, mennyire tájékozottak a szülők ezekben a témákban? Nagyon sok szülő már úgy jön, hogy eleve azt mondja, hogy ő tudja, hogy melyik iskolába akarja iratni a gyermekét. Ez egy nagyon fontos kérdés. Nagyon sok szülő úgy van, hogy ő nem iskolát választ, hanem az óvodában, a játszótéren, a piacon találkoznak a szülőtársaikkal, és megbeszélik, hogy melyik pedagógus az, ahova iratni kell a gyermeket, illetőleg amelyeket szeretnének, hogyha tanítsa az ő gyermekét. És ez egy olyan fontos dolog, mert ugye ez egy olyan életre szóló kapcsolat és elindítása a gyermek iskolai életének, amelyet mindenféleképpen megfontoltan kell a szülőnek átgondolnia és elindítani a gyermeket ebben a szférában. Említett azt, hogy a szülők ugye egymás között, ez teljesen logikus, megbeszélik a tapasztalatokat. Ennek vannak előnyei, de vannak hátrányai is időnként. Esetleg kialakulnak olyan tévképzetek a fejekben, amiket lehet, hogy most itt el lehet majd oszlatni. Tud-e egy-két ilyen példát felhozni? Természetesen. Tehát mi mindig azt szoktuk mondani, hogy van olyan gyermek, amelyeknek egy poroszos stílusú, tehát katonásabb, fegyelmezettebb iskola való. Van olyan gyermek, amelyeknek egy kicsit lazább típusú iskola való, tehát, vagy egy olyan pedagógus, aki ezt ő tudja biztosítani. És a szülőnek így is meg kell nézni az iskolát, és meg kell nézni a pedagógust is, illetőleg meg kell nézni azt is, hogy esetlegesen a gyermek milyen irányultságban mehetne el. Tehát, hogy nagyon sokan most a nyelvet, az informatikát és a különböző olyan tárgyakat helyezik előtérbe, amelyek természetesen a gyermek későbbi, úgymond iskolai továbbtanulásában nagyon fontosak. De lehet, hogy a gyermeknek a készsége inkább a rajz, inkább a sport, inkább a természettudományok irányába megy el. Ugye ezt még nagyon nehéz ebben a korban kiszűrni, de azért a kis csírák már látszanak. És ez az, amire mi szeretnénk mindig fölhívni a szülők figyelmét, elmondani nekik azt egy pszichológus által, hogy mit figyeljenek meg ezen 7 hónap alatt, míg szeptember eljön, hogy a gyermekük iskola érett legyen, mi az, amit ők tudnak javítani, mi az, amit tudnak segíteni. Az egyik ilyen mindig felmerül itt egy ilyen szülőin, hogy meg kell tanítani a pici gyermeket is veszíteni. Tudnia kell azt, hogy nem mindig mindenben ő a győztes. Tudnia kell a felnőttekkel szemben is, de az pattársaival, az óvodai társaival szemben is tudni kell veszíteni. És azt méltósággal kell tudomásul vennie. Ezek azok a fontos kérdések, illetőleg azok fontos kérdések még, hogy a szülők általában a köznevelési törvényt, a jogszabályokat, a különböző rendeleteket nem nagyon vizsgálják, illetőleg is akkor itt mi felhívjuk a figyelmet, hogy amikor egy beiratkozás történik, akkor mi az, amit hozniuk kell magukkal, mi az, amit a jogszabályban, jogszabály előír nekik, és a jogszabályban esetlegesen alkalmazni kell az ő gyermekével kapcsolatosan. Vagy például minden egyes esetben ilyenkor a polgármester nyitja meg ezt a szülőit, és ő elmondja, hogy az önkormányzat, igaz, hogy már nem ő a fenntartó, de még mindig ő segít az iskolákban, ő segít úgymond az óvodaiskola átmenetben is, és még mindig az önkormányzat az, aki étkezteti a gyerekeket, az önkormányzat az, aki esetleg füzetcsomaggal első osztályban megajándékozza a gyerekeket, és ezeket a polgármesterek el szokták mondani ilyenkor a szülőknek. Általában az ilyenfajta fórumokon mit tapasztalnak, milyen széles körül az igény a szülők
illetve a leendő iskoláztató szülők részéről, hogy legyenek ilyenfajta tájékoztatások? Amikor elkezdtük, akkor mondhatom azt, hogy mondjuk 50-100 szülőszől jött el. Tavaly már olyan 200 fölötti volt a szülők létszáma. Ez egyrészt, megmondom őszintén, sokszor függ az időjárástól, mert ha esik az eső, vagy esik a hó, és jeges a talaj, akkor nagyon nehezen mozdulnak ki, de általában egyre többen jönnek el, hogy itt megtudják azt, hogy milyen lehetőségek vannak, mik azok a feltételek, hogy a gyermekük iskolába tudjon menni, és melyik iskolába tudjon menni. Tapasztal-e valamilyen változást az elmúlt évek során, hogy korábban esetleg másfajta igényekkel, vagy problémákkal, vagy kérdésekkel fordultak el önökhöz a szülők, és ehhez képest ez valami miatt változott-e mostanában? Hát én azt gondolom, hogy az elsős beiratkozásnál ez most még nem. Későbbiek folyamán mindig bizonyos igényekkel föllépnek az iskolával szemben is. Úgymond az élet a változást mindig magával hozza, és mindig fölmerülnek olyan igények, hogy most akkor a gyermek milyen nyelvet tanuljon, vagy mi az a plusz, amit az iskola adjon neki. Ekkor már a szülők az iskolával vannak kapcsolatban, és az iskolában szokták ezeket a kérdéseket rendezni. Ismét eltelt egy év, és az óvodásokból iskolások lesznek. Mennyire tudja felkészíteni az óvoda a szülőket az iskolára, és milyen egyéb plusz információra van szükség, amit itt kaphatnak meg? A tulajdonképpen az óvodák azok az önkormányzathoz tartoznak, míg az iskolák már tankerülethez tartoznak. Az óvodásaink szerintem remek kis emberek, úgyhogy az óvodák fölkészítik őket az iskolára. Viszont itt főleg a szülők kapnak olyan információkat, ami hasznos lehet a szeptemberi beiratkozáshoz, illetve hát az előző beiratkozáshoz, mert már szeptemberben már tanulni kell. Nem ez az első alkalom, hogy részt vesz egy ilyen eseményen. Általában mik azok a leggyakrabban fölmerülő kérdések, amiket a szülők föl szoktak tenni? Hát az egyik leggyakoribbi, hogyha nem a körzetbe tartoznak, akkor hogy mehetnek át másik iskolába. Ezen végül is az iskolák, hogyha van hely, tehát hogyha a körzetes helyek még nem teltek be, akkor ezzel igyekeznek segíteni. Általában mit tapasztalnak, hogy a szülők mennyire képesek arra, hogy megállapítsák azt, hogy a gyerekük iskola érette vagy sem? A szülők nagyon ügyesek. Szerintem már szeptember óta elkezdték nézegetni az iskolákat, és nagyon reméljük, hogy mindegyik Pesterzsébeten talál megfelelő iskolát a gyermekének. Az iskolák telítettsége Pesterzsébeten jelenleg hogy néz ki? Tulajdonképpen tele vagyunk. Egy-egy iskolát kivéve, aki esetleg földrajzilag nem olyan helyen van, ahol a szülők jobban elérhetik, de meg lehetünk elégedve, úgy gondolom. Legalábbis az óvodák, ami ugye én hozzám tartozik, mint ágazat, azok tele vannak, fullon vannak. És mit tapasztalnak általában az ilyen fórumokon, milyen sokan szoktak részt venni, milyen nagy az érdeklődés a szülők felől? Hát elég nagy az érdeklődés, most már ez a, nem is tudom, hanyadik alkalom, Bak Ferenc tankerületi igazgató úr, úgy hiszem, hogy a harmadik alkalommal tartja ezt, és szerintem eleinte nem volt, a elsőnél nem volt akkor érdeklődés, de most már egyre többen jönnek el, mert úgy néz ki, hogy hasznosnak ítélik meg ezt a szülők. A fórumot Szabados Ákos nyitotta meg. Engedjék meg, hogy ne polgármesterként, hanem inkább szülőként nyilatkozzam néhány dologgal kapcsolatosan. Az első és legfontosabb, hogy Pesterzsébet önkormányzat, amely nem fenntartója már az oktatási intézményeknek, de tulajdonosa az épületeknek, igyekszik ezeket az iskolákat az üzemeltetővel közösen olyan műszaki állapotba hozni, hogy az elfogadható és kultúrált körülményeket jelentsen és teremtsen az odajáró gyerekeknek. Egyébként pedig arra biztatnám önöket, mint szülő, és mint akinek a gyermeke is, ugye a kisfiam az 5 éves, a kislányom az 10 éves, hogy támadják meg a jelenlévő intézmény vezetőket, tegyenek fel kérdéseket, és minél több információt gyűjtsenek be annak érdekében, hogy hova, melyik iskolába érdemes a gyermeket beiratni. Az én személyes koncepcióm, mint szülő, az egyébként, hogy minél közelebb legyen a lakóhelyhez, de ezt be nem kell azonos véleményen legyünk természetesen, hogy minél rövidebb idő alatt tudjon a gyerek odaérni és hazaérni az iskolából. Mindaközben persze fontos az is, hogy ebben az iskolában milyen képzést és milyen plusz lehetőségeket tudnak az ő számára biztosítani. De nálunk a prioritás az volt, hogy minél közelebb kerüljünk az intézményhez, minél kevesebb időt töltsünk azzal, hogy a gyereket oda kell vinni és haza kell kísérni.
Úgyhogy itt van most a jó lehetőség, itt vannak az iskola igazgatók, tessenek a konkrét kérdéseket feltenni és megfogalmazni, hogy minél inkább arra a közös megállapodásra tudjanak jutni a szülők, hogy igen, ez az intézmény az, amit mi szeretnénk választani. Itt vannak a kollégák egyébként, el fogják mondani, hogy az önkormányzat milyen egyéb támogatásokat tud nyújtani, például étkeztetéssel kapcsolatosan, tehát egyéb ilyen részletkérdéseket is meg lehet vitatni, de én azt gondolom, hogy nem a szakmaiság, és most ezt csak a szülőknek mondom, tehát nem a szakmaiság irányába kell elmenni, hanem a saját maguk és a gyerekek érdekeit kell elsősorban szem előtt tartani. És ahogy én a saját példámat próbáltam bemutatni, hogy kérem, hogy önök is ezt vegyék elsősorban a szempontjaik kijelölésénél, a fontossági sorrendbe, hogy mi az, ami a gyereknek a legjobb, mi az, ami önöknek a legjobb. És utána vegyék azt, hogy mi az, ami az intézmény számára is adott esetben fontos. Én meg elnézést kérek az iskolaigazgatóktól, hogy ezt mondom. Megnyugtatásképpen hadd mondjam önöknek, hogy azok az oktatási intézmények, amelyek Pesterzsébeten működnek, azok nem hogy elfogadható, hanem kifejezetten jó színvonalon teljesítik a feladataikat. Én csak azok alapján, az információk alapján tudok véleményt mondani, amik hozzám eljutnak, és amik az én személyes tapasztalataim. Tehát én nyugodt szívvel tudom ajánlani valamennyi iskolánkat, és azt tudom önöknek mondani, hogy ne féljenek bármelyik intézménybe a gyermekeiket beiratni. És egy külön dolgot is szeretnék megjegyezni, hogy a Tátatéri és a Zrínyi iskola vonatkozásában, ugye a Tátatéri iskola bezárt, Zrínyi iskolába lettek a gyerekek átcsoportosítva, már azok a szülők, akik oda vitték a gyermekeiket. Az én elmúlt időszakban tapasztalt és hozzám jutott információk alapján azt tudom mondani, hogy itt egy kiemelt, szakmailag kifejezetten támogatott, jó munka folyik, elkötelezett pedagógusokkal, és a személyes megítélésem szerint az előző évekhez képest sokkal jobb eredményeket produkálnak, és sokkal jobb a színvonala az ott folyó oktató nevelő munkának. Ez nagyon komoly erőfeszítés eredménye lett, úgyhogy én ezért külön köszönetet szeretnék mondani az ott dolgozó pedagógusoknak és az intézmény vezetőnek. Bak Ferenc úr szintén a saját stábjával komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy ebben az intézményben ugyanolyan eredménnyel tudjanak az ott tanuló gyerekek végezni, és ugyanolyan esélyeket és lehetőséget kapjanak, mint a kerület más oktatási intézményeiben. Úgyhogy az udvariaskodó szavakon túl szeretném azt mondani, és még egyszer bíztatni a szülőket, legyenek bátrak, álljanak fel, tegyék fel a kérdéseiket konkrétan azzal az intézménnyel, iskolával kapcsolatosan, ahova a gyermekeiket szeretnék beiratni. Néhány vagy akár több általános információ fog elhangozni, statisztikai adatok, stb. Engem szülőként ez természetesen nem érdekelne, de végig kell hallgatni, mert ugye ez a történet erről szól. De utána tessenek megkérdezni, hogy ebben az iskolában, ebben az osztályban, ezzel a tanítónénivel kapcsolatban, és így tovább. Ezért ülnek itt az intézmény vezetők, ezért jött létre ez a mai alkalom, amit én külön köszönök, és remélem, hogy ha nem is mindenki megelégedésére, de azért a többség megelégedésére kell, hogy szolgáljon, és megkönnyítse a lehetőséget annak érdekében, hogy ki hova iratja a gyermekét az elkövetkezendő években. Kívánok önöknek sok sikert a következő 8 évhez, mint szülőknek, és nem utolsó sorban pedig a gyerekeknek. Küzdjenek önök is úgy, ahogy küzdök én is a sajátjaimmal. Köszönöm szépen a figyelmüket, és kívánok önöknek jó tapasztalatokat a mai estéhez.